déli területe korábban tenger volt. Csak úgy száguldoztak volna rajta a hajók, ha lettek volna, akkor hajók, de nem voltak, csak hullámok. A tenger vizében pedig őshalak éltek, meg dinoszauruszok. Dinoszaurusz hungarikus, ők voltak az első magyarok ezen a tájon. Még nem volt nagy bajuszuk, mert a magyar bajusz csak később jött divatba, de már ők is nyakasak voltak, és volt nekik hatalmas farkuk, ahogyan azóta is minden magyar férfinak. Nem véletlen a termelési darab címe, mely a Délvidék elnevezést kapta. Itt játszódik térségünkben, a Délvidéken. Ez egy szegény, részben elképzelt, részben valós része Magyarországnak. Innen a kitörés lehetetlen, a szegénység röklődik. Délvidék ura a vállalkozó. Az egyik főszereplő ő lenne, és Bera Márk alakítja. Ez a vállalkozó, ez egy, ugye, hogy dúsgazdag, pénzes, van vagyona, nagyon sok földje van, gyakorlatilag egy beképzelt, nagyképű, egy ilyen slendrián alkat, ugyanakkor meg, hogyha találkozik egy olyan lányjal, egy olyan nővel, aki ezt a magatartást így le tudja magáról vetkőzni, akkor egy egészen új oldalát is megismerhetjük. Bocsánat, elnézést! Magának van még a cagyi? Nekem? Igen. De. Bocsánat, ezt most nem kell ilyen részletesen elmondani, jó? Majd jön egy riporter kollega a Nemzetszavától, ezt neki kell nézzék, ez nem hangos film, itt szomorú arcot kell vágni. Jó? Jó, így. Aha, maradjon. Picit jöhet közelebb. Picit közelebb. Igen, még mindenki közelebb. Igen, a kapálykat, szerszámokat lehet emelni egyre szintek, de a torkokat szegezzük. Szuper, jó lesz. Igen. Egy nagyon különleges próba folyamat volt, ugyanis így belecsöppentünk az egyik próbából a másikba, felújítottunk egy darabot, de közben elkezdtük már ezt próbálni. Nagyon izgalmas volt. Én szerintem sok kollégám is ezt tudja mondani, hogy nem egy megszokott, tehát nem volt 6 hét rá, nagyon kevés időnk volt rá. A jelenetek is ilyen tehát olyan, mint hogyha rögtön a közepébe vágnánk, tehát pillanatképek vannak. Úgyhogy nagyon sokat otthon ültem, és sokat elemeztem a mondatokat, hogy ott ezt csinálom, ott arra gondolok. Eddig is, tehát hogy minden próba folyamat is ugyanígy történik, de hogy itt azért fokozottabban kellett fönt lennem 1:45-ig, hajnali 1:45-ig, hogy ezek a mondatok valahogy úgy beépüljenek az idegrendszerembe, hogy ezek úgy majd egyszer úgy szólaljanak meg, mintha tényleg én gondolnám. Ha vagy véletlenül a ló? Vannak ilyen balesetek? A lovat meg nem lehet lecsukni? Ugye, Tibor? Hé, bocsánat! Elnézést, hát kérem, én nem vagyok hozzászokva az erőszakhoz. Tudják, én benne vagyok egy fiatalok által szervezett erőszakellenes mozgalomban, és mi fellépünk a kutyák, igen, a kutyák, a melegek, meg a rosszeműek bántalmazás... Nem kérte! De. Akkor menj. És köszönöm. Csak tudja, a bicikli. Azt nem gurul ám olyan jól ezen a rögös úton, mint a ló. Akkor segíts! Húzzál már innen abba! A rohadt felébe! A rohadt bicikliten! Azt mondom, hogy húzz a bicikliten egyet! Ez a vállalkozó gazdag és fiatal. A termelési darabban van asszonycsábítás, férji bosszú. Még az egyik munkás feleségét is kiszemelte magának. Éva, aki darabont Mikold alakít, kínos helyzetbe kerül, mert egyszerre akarja elutasítani a vállalkozót, de tetszik is neki, hiszen a nincstelenség már régen tönkretette házasságát. A férj bosszúra készül, őt Köles Ferenc játsza. A rendező Tóth András Ernő. H. János ezt a színdarabot a Pécsi Teátrum felkérésére írta. Én már tudtam, hogy amikor a János felkértük, ezt a darabot én fogom rendezni. Ilyen alaposan utána mentünk magának ennek az alaptörténetnek. Itt egy Móricz novella, az Egyszer jól lakni Móricz novella az alapja a történetnek, és a cím is ez a termelési dráma. Tehát egy csomó olyan kulturális összefüggés rejlik a darabban, a címben egyáltalán, amiknek érdemes volt utána menni egy picit, illetve hát én is vidéki ember vagyok, somogyi
kis falu a szűkebb haza, és, vagy a régi haza, és engem mindig nagyon mélyen érdekelt az, hogy ez a rendszerváltás után kialakult magán nagy gazdaságok, az ott kialakult nagyon-nagyon szomorú, tragikus, függő viszonyok, azok hogyan érintik a magánéletet, hogyan lehet ott boldognak lenni, lehet-e ebbe az elképesztő szegénységbe létezni, amit hát azért legyünk őszinték, itt Pécstől délre mindenki lát, aki nyitva tartott szemmel él és jár arrafele. H. Jánossal a darab írójával intenzív levelezésben volt Tóth András Ernő rendező. Kellett is ez, ugyanis, mint mondta, bonyolult dramaturgiával dolgozik János. Nem könnyítette meg se a rendező dolgát, se a színészek dolgát, de ez így is van talán rendjén, hiszen egy kamaraszínházi bemutatóról van szó, egy kortárs magyar darabról, tehát tudtuk azt, hogy itt azért keményen oda kell csapni a fejünket a falhoz néha-néha. Nem volt hosszú a próbaidőszak feltétlenül, hiszen a színház intenzív munkában van, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan belső kreatív energia, szóval nem, hogy elszabadul, de lett hasznosítva a színházon belül, beleérte itt a díszletet, a videóbevágásokat, a zenét, az énekeket, amik nagyon-nagyon segítették, és érzelmileg nagyon megemelték a próbaidőszaknak a minőségét. H. János Délvidék című két részes termelési drámájának üsbemutatóját október 12-én láthatta a nagy érdemű a Pécsi Nemzeti Színház kamaraszínházában. Stábunkkal a fotós próbán jártunk. De ebből még enni se lehet. Meg kell tanulni, beosztani. Nem lehet. Olyan kicsi, hogy nem osztható, annyi valamennyi részre kéne. Én meg nem azért fizetlek, hogy az ő érdekeiket nézd, jó? Hát mi vagy te? Szakszervezeti bizalmi? Csak sajnálom őket. Többet kéne. Nem kell többet, mert ennyire is elvállalják. Nincs hová menniük azért. Látod, hát erről van szó. Ha ezt sem kapnák meg, akkor semmit nem kapnának. Úgyhogy még jó, hogy én vagyok meg. Az is jár neki? Hát ez tényleg nem munka, hanem valami szanatórium. Hozzád nekik az asszonyok az ételt, hozhatják? Szólhatok én itt valamit? Enni kell, meg szusszanni kicsit. Igen, és azt el tudod képzelni, hogy nekem mennyi pénzt kell naponta hoznak, ami rendben legyen minden? Hogy ki tudjam fizetni ezt a rengeteg embert? Mikor lesznek kész? Kemény a föld, majd beletörnek a kapán. A föld nem érdekel, kap a magánügy, az, hogy mikor, az a kérdés. Holnapra? De akkor egész éjjel kapálniuk kellene. Hát legalább hűvösben tudnak dolgozni.